Sziasztok, szép jó reggelt ismét, immár az autópályáról. Elnézést a kissé csapzott megjelenésért, de a hajnali eső enyhén magas páratartalmat csinált, és az autónak a klímája ezt még nem tudta kidolgozni. De mindennek ellenére úton vagyunk Emese Álma felé, illetve Emese Álmához kapcsolódó egyik ikonikus helyszínhez Magyarországon, amit nem sokára meg is fogok mutatni nektek, addig is tartsatok velem az úton. Emese Álma egyike a legkorábbi mondáinknak kb. 820 és 997 között keletkezett. Anonymusnál fennmaradt szövege következőképpen hangzik Pas Dezső fordításában. Álmos az első vezér. Az úr megtestesülésének 819. esztendejében ügyek, mint fentebb mondottuk, nagyon sok idő múltán maguk király nemzetségéből való igen nemes vezére volt a szkítáknak, míg feleségül vette Dentu magyarván ödetbeli vezérnek Emese nevű lányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben lévő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy rászálva teherbe ejtette őt. Egyszer s mint úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ám de nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven államnak mondják, ezért hívták őt szintén Álmosnak. Vagy azért hívták Álmosnak, ami latinul annyi, mint szent, mivel az ő ivadékából szent királyok és vezérek voltak születendők. De erről nem többet.